Sun Tse, a háború művészete. Felolvassa Bakos Ádám. Első, a mérlegelés. Sun Tse mondta, a háború az ország legfontosabb ügye, az élet és a halál fundamentuma, a túlélés, illetve a pusztulás útja, melynek tanulmányozása el nem hanyagolható, mert hiszen a háborút öt állandó tényező befolyásolja, s ha viszonyítással mérlegeljük ezeket, megmutatkozik annak igazi természete. Az első az út, a második az ég, a harmadik a föld, a negyedik a hadvezér, az ötödik a regula. Az út annyit tesz. El kell érni, hogy a nép teljesen egyetértsen uralkodójával. Így aztán képes legyen vele együtt meghalni, vagy vele együtt élni úgy, hogy semmiféle veszély meg nem félemlítheti. Az ég tartalmazza a yint és a yangot, a hideget és a meleget, a napszakokat és az évszakokat. A föld magában foglalja a távoli vagy közeli, járhatatlan vagy járható, tágas vagy szűk, végzetes vagy védhető terepeket. A hadvezér rendelkezik a bölcsességgel, a szavahihetőséggel, az emberséggel, a bátorsággal és a szigorúsággal. A regula magában foglalja a szervezést és a szabályozást, a parancsnoklás útját és az utánpótlástól való gondoskodást. Ezen öt tényezőt minden egyes hadvezérnek kötelessége ismerni, s aki ésszel fölérte ezeket, győzedelmes lesz, ám aki ésszel föl nem érte, győzelmet sem maradhat. Ezért összehasonlítással történő mérlegelés során, hogy megismerjük a hadi helyzet igazi természetét, a következő kérdéseket kell föltenni. Mely uralkodó birtokában van az út? Melyik hadvezérnek vannak jobb képességei? Ki képes az eget és a földet a maga számára hasznosítani? Ki valósítja meg jobban a regulákat és a parancsokat? Melyik hadsereg az erősebb? A tisztek és közkatonák melyik seregben gyakorlottabbak? A jutalmazások és büntetések melyik seregben világosabbak? Ezek révén meg tudom állapítani a győzelmet és a vereséget. Azt a hadvezért, aki követi mérlegelésem módszerét, fogadják fel, és ő mindenképpen győzelmeskedni fog, s így tartsák meg tisztességben. Ám azt a hadvezért, aki nem tartja magát mérlegelésem módszeréhez, és mégis felfogadnák, bizonyosan vereséget szenved, s így el kell bocsátani. Ha a mérlegelésemből származó előnyöket meghallgatod, oly stratégiai hatalmat teremtesz ezáltal magadnak, melyek más dolgokban is segítségedre lesznek. A stratégiai hatalom pedig nem más, mint hogy ellenőrizd a hatalom taktikai egyenetlenségeit, és az előnyökhöz igazodva valósítsd meg. A háború a csalás útja. Így aztán, ha képes vagy is megtenni valamit, mutasd azt, hogy képtelen vagy rá. Ha bevetnéd seregedet, mutasd magad tétlennek. Ha közel vagy, mutasd azt, hogy távol vagy, míg ha távol vagy, mutasd magad közelinek. Előnyöket kínálva csalogasd az ellenséget. Csapatait megzavarva mér rá csapást. Ha jól felszerelt, készülj fel ellene. Ha erősebb nálad, kerüld el. Ha dühös, háborgasd, és magad megalázva tedd őt dőjfössé. Ha pihent, fáraszt ki. Ha csapatai egységesek, ziláld szét őket. Ott támad meg, ahol készületlen. Ott roncs rá, ahol nem is számít rá. A stratégiai győzelme ezektől függ, előre kifecsegni ezeket semmi szín alatt nem szabad. Annak, aki az ütközet előtt a templomban győzelmével számít, a sikerre is több lehetősége lesz. Annak, aki viszont az ütközet előtt a templomban már csatavesztést latolgatja, kevés lehetősége marad a sikerre.
több számítás győzelmet eredményez, kevesebb számítás nem vezet győzelemre, hát még ha semmi számítás nem történik. Ha ezek segítségével vizsgálódom, a győzelem és a vereség okai feltárulnak előttem. Második. A hadviselés. Sun Tse mondta. A hadsereg alkalmazásának szabálya általában a következő. Ha rendelkezésre áll 1004 lovas harci kocsi, valamint 1000 bőrpáncélzatú harci szekér, 100 000 páncért viselő harcos, viszont az élelmet számukra 1000 li messzeségből kell szállítani, akkor az otthoni és a külső tábor fenntartására, továbbá a tanácsadók és a vendégek ellátására, az olyan anyagokra, mint az enyv és a lak, a szekerekre és a páncélokra naponta 1000 csin aranyat kell költeni. Csak is így mozgósíthatunk egy 100 000 fős hadsereget. Ha a harcban úgy használjuk ezeket, hogy a győzelem túl sokáig várat magára, akkor kicsorbulnak a fegyverek, és ellankad a lelkesedés. Városokat ostromolva pedig megcsappan az erő. Ha a hadsereget túl sokáig állomásoztatod, távol a fővárostól, akkor az ország javai nem lesznek elegendők. Ha viszont a fegyverek kicsorbulnak, a lelkesedésetek ellankad, az erőtök megcsappan, a készleteiteket pedig feléltétek, akkor a fejedelmek, kihasználva gyöngeségeteket, fellázadnak ellenetek. Ekkor aztán már hiába vannak bölcs tisztjeitek, ők sem lesznek képesek biztosítani a sikeres végkifejletet. Ezért van, hogy olyan állomásosztatásról, amit ügyetlenül, de gyorsan hajtottak végre, még csak lehet hallani, olyat azonban én még nem láttam, amit hozzáértő módon, de lassan vezényeltek volna le. Soha egyetlen országnak sem várt még a hasznára a hosszan elnyúló háború. Ezért akik képtelenek teljes mértékben felfogni a hadsereg használatában rejlő veszélyeket, nem lesznek képesek megérteni a hadsereg használatából fakadó előnyöket sem. Aki jártas a hadsereg alkalmazásában, nem verbúvál másodjára, és nem szállítat élelmet harmadjára is. Ha a szükséges hadifelszerelés saját országunkból hozzuk, viszont az élelmet az ellenségtől zsákmányoljuk, katonáinkat mindig jól tudjuk lakatni. Ha a hadsereg számára szükséges ellátmányt messziről kell szállítatni, az ország elszegényedik. Az ellátmány messziről történő szállítása a nép elszegényedését eredményezi. A hadsereg jelenléte az áruk drágulását eredményezi. Ha viszont drágulnak az áruk, a nép javai megint csak kiapadnak. Ha pedig javaik megcsappannak, a népre roppant teherként szakad a hadisharc. Ha erőnk megtört, javaink kiapadtak, akkor a középső síkságon elnéptelenednek a porták. Népünk a korábbi bevételeinél 7/10 kevesebbet tud majd előteremteni. Az uralkodói ház a legszükségesebb kiadásokra, a törött harci szekerekre, a kimerült lovakra, a páncélokra, a sisakokra, a nyilakra, a számszeríjakra, az alabárdokra, a lándzsákra, a nagy mozgatható pajzsokra, az erős bivajokra és a társzekerekre 6/10 kevesebbet tud így fordítani. Ezért a bölcs hadvezér ügyel arra, hogy az élelmet az ellenségtől zsákmányolja. Az ellenségtől zsákmányolt egy csung élelem olyan, mint 20 csung a sajátunkból. Egy sí takarmány pedig 20 sí a sajátunkból. Az ellenség lemészárlására a gyűlölet sarkal. Az ellenségtől való zsákmányolásra az anyagi javak ösztönöznek. Ezért aztán, ha harci szekerekkel vívott ütközetben katonáid már 10-nél több szekeret zsákmányoltak, jutalmazd meg azokat, akik elsőként szerezték meg ezeket. Cserélt ki rajtuk a zászlókat, keverd őket a saját szekereid közé, és ezt követően használd őket úgy, mint a sajátjaidat. A foglyul ejtett katonákkal bánj jól, és gondoskodj róluk, hogy hasznukat vehesd. Erre mondják, hogy legyőzve az ellenséget, gyarapítani az erőt. Ezért a háborúban a győzelem a legértékesebb, viszont a hosszan elnyúló hadakozás semmit sem ér. A hadviselés fortéjait ismerő hadvezér
Ekként válhat népe sorsának irányítójává, az ország és a családok veszélyektől megmentő urává. Harmadik. A támadás megtervezése. Sun Tse mondta, a hadsereg alkalmazásának szabálya általában a következő. A legjobb épségben megőrizni az elfoglalt ellenséges állam fővárosát, elpusztítani azt csak a második legjobb. A legjobb épségben meghagyni az ellenség seregét, elpusztítani azt csak a második legjobb. A legjobb épségben meghagyni az ellenség elfogott századait, elpusztítani azokat csak a második legjobb. A legjobb épségben meghagyni az ellenség elfogott zászlóaljait, elpusztítani azokat csak a második legjobb. A legjobb épségben meghagyni az ellenség elfogott szakaszait, elpusztítani azokat csak a második legjobb. Ezért aki 100 csatában győzelmet arat, még nem jók a legjobbika. A jók legjobbika küzdelem nélkül hódoltatja meg az ellenséges sereget. Ezért a legjobb hadsereg az ellenség terveire mér csapást. Ezt követi az, amelyik az ellenség szövetségeit szakítja szét, ezt követi az, amelyik magát az ellenséges sereget támadja meg, s a legkevésbé jó, amelyik az ellenség városfalainak ostromára kezd. A fallal körülvett városok ostromának szabálya, hogy csak akkor fogunk hozzá, ha már semmi más lehetőségünk nincs. A nagy, mozgatható pajzsok, az ostromkocsik és az egyéb felszerelések elkészítése 3 hónapba is beletelik. A sáncok kiásásához újabb 3 hónap szükséges. Ha a hadvezér képtelen uralkodni türelmetlenségén, és rohamra küldi katonáit, akik előzönlik a falakat, akár a hangyák, akkor harcosai egyharmadát lemészárolják, de a várost mégsem tudják bevenni. Ez pedig az ostromból fakadó katasztrófa. Ezért az, aki igazán jártas a hadsereg alkalmazásában, úgy hódoltatja meg az ellenséges sereget, hogy csatát sem vív vele, úgy foglalja el az idegen városokat, hogy meg sem ostromolja azokat, úgy semmisíti meg az idegen államokat, hogy a háborút nem engedi sokáig elhúzódni. Az éppen tartást szem előtt tartva kell harcolnia az ég alattiban. Így fegyverei nem csorbulnak ki, javai épségben maradnak. Ez a támadás megtervezésének stratégiája. Ezért a hadsereg alkalmazásának szabálya általában a következő. Ha 10-szeres túlerőben vagy, kerítsd be az ellenséget, ha 5-szörösben támad meg. 2-szeres létszám fölén esetén oszd meg az erőit. Ha létszámotok egyenlő, képesnek kell lenned megütközni vele. Ha az ellenség van túlerőben, képesnek kell kitérned előre. Mivel a konokul harcoló kis létszámú ellenséges sereget, a nagyobb létszámú ellenfél úgy is foglyul ejti. A hadvezér általában az állam pillére. Amennyiben ez a pillér hibátlan, az állam megingathatatlanul erős marad. Ha viszont a pillér hibás, az állam menthetetlenül meggyöngül. Ezért az uralkodó a következő 3 módon sodorhatja veszélybe a hadseregét. Ha nem érti meg, hogy a hadsereg nem tud előre nyomulni, ám ő mégis parancsot ad az előre nyomulásra. Vagy ha nem érti meg, hogy a hadsereg nem tud visszavonulni, ám ő mégis parancsot ad a visszavonulásra. Ezt nevezik úgy, hogy békjóba verni a hadsereget. Ha nem érti meg a hadsereg sajátságos feladatait, és ugyanúgy igazgatja azt, mint a civil ügyeket, ekkor a tisztjei összezavarodnak. Ha nincs tisztában a hadsereg taktikai erőviszonyaival, és ugyanígy tekint a tisztekre, mint a közhivatalnokokra, akkor a tisztjei elbizonytalanodnak. Ha pedig a hadseregben zavar és bizonytalanság üti fel a fejét, akkor a fejedelmek, kihasználva a nehézségeiket, fellázadnak. Ezt nevezik úgy, hogy a hadsereget felfordulásba döntve átengedni a győzelmet. Ezért a győzelem megismerésének 5 fajtája létezik. Aki megérti, hogy mikor lehet harcolni és mikor nem, az győzni fog.
aki felismeri, hogy miként alkalmazzon nagy és kis létszámú hadsereget, az győzni fog. Akinek a seregében a feletteseknek és az alárendelteknek közös a céljuk, az győzni fog. Aki teljesen felkészülten vár az ellenfél készületlenségére, az győzni fog. Amelyik hadvezér tehetséges, az uralkodója pedig nem akadályozza őt, az győzni fog. Ez a győzelem megismerésének ötféle útja. Ezért mondják, hogy aki ismeri az ellenséget és ismeri önmagát, az 100 csatában sem kerül veszélybe. Aki nem ismeri az ellenséget, ám ismeri önmagát, egyszer győz, másszor kudarcot vall. Aki sem az ellenséget, sem önmagát nem ismeri, minden csatában vereséget szenved. 4. Katonai elhelyezkedés. Sun Tse mondta, régen, akik igazán jártosak voltak a harcban, mindenekelőtt saját magukat tették legyőzhetetlenné, és úgy várták ki a kedvező pillanatot, amikor az ellenség legyőzhetővé lett. A legyőzhetetlenség rajtunk múlik, a legyőzhetőség viszont az ellenségen. Ezért a harcban igazán jártosak képesek magukat legyőzhetetlenné tenni, de azt nem képesek elérni, hogy az ellenség mindig legyőzhető legyen. Ezért mondják, hogy a győzelem feltételei megismerhetők, de nem mindig lehet kialakítani őket. Aki legyőzhetetlen, az védekezik. Aki győzni tud, az támad. Aki védekezik, annak ereje nem elegendő. Aki támad, annak bőségesen van ereje. Aki igazán járatos a védekezésben, az elrejti magát a 9. föld mélyébe. Aki igazán járatos a támadásban, az a 9. ég magasából indul támadásra. Így képesek magukat megoltalmazni és teljes győzelmet aratni. Aki a győzelem feltételeiből nem lát többet annál, mint amit a tömeg képes megismerni, az bizony nem a jók legjobbika. Még ha győzelmet aratna is a csatában, és az egész ég alatti azt mondaná róla, hogy jó, akkor sem a jók legjobbika. Mivel azt, aki képes felemelni egy őszi szőrszálacskát, még nem lehet nagy erejűnek tartani, azt, aki képes meglátni a napot és a holdat, még nem lehet éles szeműnek tartani, azt, aki képes meghallani a mennydörgés robaját, még nem lehet finom hallásúnak tartani. A régmúlt korokban azokat tartották harchoz igazán értőknek, akik győzelmeiket könnyen aratták. Ezért a harchoz igazán értők győzelmeik által nem tűntek ki bölcsességük hírnevével vagy bátor támadásukkal. Ezért a harcban aratott győzelmük hibáktól mentes volt. Akik pedig hibát nem vétenek, azok mindig győzni fognak, mégpedig olyanok felett győznek, akik már eleve vereséget szenvedtek. Ezért aki igazán járatos a harcban, olyan területen helyezkedik el, ahol nem szenvedhet vereséget, miközben nem szalasztja el a lehetőséget, hogy megverheti az ellenséget. Ennek okáért a győzedelmes hadsereg mindenekelőtt a győzelem feltételeit valósítja meg, és csak azután keresi a harcot. A vesztes sereg először harcol, és csak utána keresi a győzelmet. Az, aki igazán járatos a hadsereg használatában, ápolja az utat és megőrzi a törvényeket. Így képes a győzelem és a vereség irányítójának lenni. A háború művészete szerint első a méret meghatározása, második a tartalékok mennyiségének fölmérése, harmadik a létszám megszámolása, negyedik az erőviszonyok mérlegelése, az ötödik pedig a győzelem. A terepből fakad a méret. A méret határozza meg a mennyiséget, a mennyiségből fakad a létszám határozza meg az erőviszonyok mérlegelését, és a mérlegelésből ered a győzelem. Ezért a győzedelmes hadsereg olyan, mint az egyi súly a csúhoz hasonlítva, míg a vesztes sereg olyan, akár a csú a jihez hasonlítva.
A győztes harca olyan, mint amikor a felduzzadt víz zúdul le egy ezer zsen mély szakadékba. Ez az erő hadászati elhelyezése. Ötödik. Hadászati erő. Sun Tse mondta. Nagy tömegeket irányítani épp olyan, mint keveseket irányítani, mert az irányítás általában a felosztástól és a számarányoktól függ. Nagy tömegekkel harcolni épp olyan, mint kevesekkel harcolni, mert a harc általában az alakzatról és a megnevezéstől függ. Az, hogy a hadsereg az ellenféllel való elkerülhetetlen összecsapáskor nem szenved vereséget, a formabontó és a hagyományos hadműveleteken múlik. Az, hogy a hadsereg támadó ereje olyan, mint amikor egy köszörűkő zuhan, az ürességen és a teltségen múlik. A csata közben általában a hagyományos taktikával vehető fel a harc, és a formabontó taktikával érhető el a győzelem. Így aki igazán ért a formabontó taktika kivitelezéséhez, az képességeiben oly határtalan, akár az ég és a föld, és oly kimeríthetetlen, akár a Yangtze és a sárga folyó. Aki véget ér és újra kezdődik, az a nap és a hold. Aki meghal és újjá születik, az a négy évszak. Csupán öt zenei hang létezik, ám ennek az öt zenei hangnak oly sok változata, hogy nem győzzük hallgatni. Csupán öt szín létezik, ám ennek az öt színnek oly sok változata, hogy nem győzzük nézni. Íz csupán öt létezik, ám ennek az öt íznek oly sok a változata, hogy nem győzzük kóstolni. Csatában az erő hadászati alakítása csupán formabontó és hagyományos módon lehetséges, de a formabontó és a hagyományos taktikáknak oly sok változata van, hogy nem győzzük kimeríteni. A formabontó és a hagyományos taktika véget nem érő körforgásban egymásból születik. Ki lenne hát képes kimeríteni őket? Az erő hadászati alakítása olyan, akár a zúgó folyó gyorsasága, amely köveket képes magával görgetni. A támadás üteme olyan, akár a ragadozó madár gyorsasága, mellyel villám gyorsan tud lecsapni zsákmányára. Ezért annak, aki igazán ért a harchoz, ereje végzetes, üteme pedig pontos. Az erejének hadászati alakítása olyan, mint a számszerű felajzása, az üteme pedig olyan, mint az elsütő szerkezet kiengedése. Kavargásban és zűrzavarban fölfordulást mutat a harc, de ez mégsem lehet igazi fölfordulás. A gomolygásban és az összevisszaságban, ha körformába rendeződünk, akkor nem szenvedhetünk vereséget. A fölfordulás a rendből születik, a gyávaság a bátorságból, a gyöngeség pedig az erőből. A rend és a fölfordulás a számarányoktól függ, a bátorság és a gyávaság az erő hadászati alakításától függ, az erő és a gyöngeség pedig az alakzattól függ. Ezért aki igazán ért az ellenség mozgatásához, az olyan formációba rendeződik, hogy az ellenség kénytelen legyen követni őt. Olyasmit mutat neki, amit az ellenség mindenáron meg akar szerezni. Előnyökkel csalogatva hozza mozgásba, hogy aztán lesben állva várhasson rá. Így aztán, aki igazán ért a harchoz, az erőhadászati alakítása kínálta győzelmet keresi, és nem bízik senki másban. Így lesz képes embereit kiválogatni és alkalmazni a hadászati erőt. Aki használja a hadászati erőt, az a csatában úgy irányítja az embereit, hogy azok oly könnyeden mozogjanak majd, mint a fatörzs vagy a kő gurul lefelé. A fatörzs és a kő jellegéből fakad, hogy sík helyen nyugalomban maradnak, ám lejtőn mozgásba lendülnek. Ha szögletesek, veszteg maradnak, ám ha kerekek, gurulni kezdenek. Ezért hát annak a hadászati ereje, aki igazán ért ahhoz, hogy használja csatában az embereket, épp olyan, mint egy ezer zsen magas hegyről alágördülő gömbölyű szikla. Ilyen a hadászati erő alakítása. 6. Erős és gyenge pontok.
Szunce mondta, az, aki első a csatamezőn és bevárja a közelgő ellenséget, friss lesz a harcban, míg annak, aki másodikként érkezik a csata színterére, hamar bele kell kezdenie a küzdelemre, így fáradt lesz, hiszen nem pihenhet. A bölcs hadvezér rákényszeríti akaratát az ellenségre, de nem engedi, hogy az ellenség ugyanezt tegye ő vele. Ha kihasználja a kínálkozó lehetőségeket, elérheti, hogy az ellenség az ő kedve szerinti iramban közlekedjék. Ha károkat okoz az ellenségnek, elérheti, hogy az ne bírjon közelebb húzódni hozzá. Ha az ellenség megpihen, megzavaró a nyugalma. Ha az ellenség élelemmel rendelkezik, még kiéheztethető. Ha az ellenség csendben letáborozik, még felriasztható. Azokon a pontokon kell feltűnni, amelyeket az ellenség bármi áron meg akar védeni, s e helyről gyorsan át kell vonulni azokra, ahol alig ha számítanak felbukkanásunkra. A sereg képes lehet arra, hogy nagy távolságokat legyőzön, és mégis friss maradjon, ám ez csak akkor igaz, ha nem oly vidéken vonul, ahol az ellenség is jelen van. A hadvezér biztos lehet támadásai sikerében, ha csak a védtelenül hagyott helyeket támadja. A hadvezér biztos lehet védelmi vonalai sikerében, ha csak olyan pozíciókat tart, amelyeket nehéz megtámadni. Az a hadvezér vezethet sikeres támadást, akinek ellenfele nem tudja, mit is kellene megvédenie. Az a hadvezér irányíthat sikeres védekezést, akinek ellenfele nem tudja, mit is kellene megtámadni. Óravasság és titoktartás isteni művészete. E kettő alkalmazásával tanulható meg a láthatatlanná válás, a halhatatlanná válás, e kettő segítségével veheti kézbe a hadvezér ellenfele sorsának irányítását. A hadvezér előre nyomulhat és feltartóztathatatlanná válhat, ha ellenfele gyenge pontjaira tör. A hadvezér biztonságban visszavonulhat az üldözésből, ha seregei gyorsabban mozognak, mint az ellenség. Ha a hadvezér harcolni kíván, az ellenséget belekényszerítheti a csatába. Ezt még akkor is megteheti, ha a magas torlasz mögött vagy mély árkon túl várakozik. A hadvezérnek csupán annyit kell tennie, hogy olyan pont ellen indít támadást, amit az ellenségnek bármi áron meg kell védelmeznie. Ha a hadvezér nem kíván harcolni, megakadályozhatja, hogy az ellenség csatába kényszerítse. Ezt még akkor is megteheti, ha az ellenség pontosan ismeri a táborhoz vezető utakat. A hadvezérnek csupán annyit kell tennie, hogy valami váratlan, szokatlan akadályt gördít az ellenség útjába. Ha a hadvezér felderíti az ellenség helyzetét, de sikerül titokban tartania a sajátját, csapatai erejét egy pontra irányíthatja, miközben az ellenség erői megosztódnak. A sereget egyetlen mozgó testé lehet alakítani, s eközben az ellenség alakzatait részekre lehet hasítani. A hatalmas test azután apránként felmorzsolhatja a kisebb ellenséges csoportokat. Ha a hadvezér megteheti, hogy így módon nagy erővel támadjon viszonylag kis egységeket, az ellensége válságos helyzetbe kerül. Mivel mindkét fél előre tudja, hol zajlik majd az összecsapás, az ellenség felkészülhet a támadásra, bármelyik irányból érkezzék is. Az ellenség figyel, de meg kell osztania az erőit az irányok között, így a támadó sereg bárhol is csap le, mindenütt csak kisebb csapatokba ütközik. Így aztán az ellenségnek, ha meg akarja erősíteni az arcvonalát, gyengítenie kell a hátvédet. Ha meg akarja erősíteni a hátvédet, gyengítenie kell a bal szárnyat. Ha meg akarja erősíteni a bal szárnyat, gyengítenie kell a jobb szárnyat. Ha meg akarja erősíteni a jobb szárnyat, valamelyik oldalt megint csak gyengítenie kell. Ha minden irányba erősítést küld, mindegyik irányban gyenge lesz. A számbeli hátrány oka a lehetséges támadási formák rossz felmérése. Számbeli fölény oka az ellenség megfelelő előkészületeinek megzavarása vagy egyenest megakadályozása. A
hadvezérnek, ha tudja, hogyan zajlik le majd az összecsapás, már messziről azt a bizonyos helyet kell figyelnie, hogy megfelelően irányíthassa csapatait. Ha az összecsapás ideje és a helye sem ismeretes, a bal szárny nem védheti meg a jobb szárnyat, a jobb szárny nem védheti meg a bal szárnyat. Az arcvonal nem nyújthat segítséget a hátvéd pedig az arcvonalnak. Még inkább így van, ha az alakzat két legtávolabbi pontja 100 linél távolabb van egymástól, és így van, ha két legközelebbi pontját több li választja el. Bár becslésem szerint Jüe katonái többen voltak, mint a mieink, ez nem jelentett előnyt számukra a győzelem elérésében. Ekkor mondtam ki, hogy a diadal igenis megszerezhető. Az ellenség talán erősebb, ha a számokat tekintjük, mégis megakadályozhatjuk, hogy harcba szálljon velünk. Ennek módja az, hogy megismerjük a terveit, és ezek alapján megállapítjuk, mekkora az esélye a sikerre. Zavard meg, és tanulj abból, hogyan cselekszik, vagy éppen hogyan nem cselekszik válaszként. Kényszerítsd rá, hogy felfedje magát, és ő maga leplezze le saját sebezhető pontjait. Gondosan hasonlítsd össze az ellenség seregét sajátoddal, mert csak így tudhatod meg, miben erősebb a másik, és miben vagy erősebb te. Ha taktikai döntést hozol, bármi áron titokban kell tartanod. Titokban kell tartanod a helyzetedet, és ha ezt teszed, biztonságban leszel, még a legrátermettebb kémek, még a legbölcsebb elmék sem tudhatják meg, mire készülsz. Hogyan lehet győzelmet kovácsolni az ellenség taktikájából? Ez az, amit a legtöbben sosem értenek meg. Mindenki látja a taktikát, amikor hódítok, de senki sem veszi észre a stratégiát, amiből a győzelem kifejlődött. Ne ismételd meg azt a taktikát, aminek segítségével győzelemhez jutottál, inkább hagyd, hogy a módszereidet a körülmények végtelen számú variációja határozza meg. A katonai taktika olyan, mint a víz. A víz, amikor természetes medrében folyik, a magas hegyekről lefelé áramlik. A háborúban ki kell térni az elől, ami erős, és le kell csapni arra, ami gyenge. A víz annak megfelelően halad, hogy milyen a terep, a táj természete. A katona annak megfelelően dolgozza ki a diadalra vezető lépések részleteit, hogy milyen az ellenség, amellyel szemben áll. Ahogy a víznek nincs állandó alakja, úgy a hadviselésben sem állandóak a feltételek. Azt, aki taktikáját az ellenfélhez igazítva dolgozza ki, s szükség esetén változtat azon, majd e módszerrel győzelmet arat, nevezzék mennyben született hadvezérnek. Az öt elem, víz, tűz, fa, fém, föld, nem minden esetben fejt ki egyforma hatást. Az évszakok is rendben követik egymást. Vannak rövid és hosszú napok, a hold hol kikerekedik, hol meg elfogy. Hetedik. Manőverek. Sun Tse mondta. Háborúban a tábornok az uralkodótól kapja a parancsokat. Miután összegyűjtötte seregét és összpontosította erőit, a tábornoknak elegyítenie és harmonizálnia kell a különböző elemeket, mielőtt tábort ver. Ezek után következnek a taktikai manőverek, nincs semmi, ami ezeknél nehezebben kivitelezhető. A taktikai manőverek nehézsége abból fakad, hogy a kanyargóst egyenessé kell változtatni, a hátrányból pedig előnyt kell kovácsolni. Ahhoz, hogy körben járva visszatérjünk, miután kicsalogattuk az ellenséget állásaiból, és utána eredtünk, hogy még előtte elérjük a célt, mindehhez ismernünk kell a kerülő utakkal kapcsolatos ravasz fogásokat. Ki képzett sereggel manőverezik, előnyre tehet szert, de aki gyakorlatlan csürhével próbálkozik, mindent veszélybe sodorhat. Ha seregedet teljes felszerelésben mozgatod, hogy előnyös pozícióhoz juss, könnyen megeshet, hogy későn érkezel meg valahová. A pozíció megszerzése sokszor megköveteli, hogy feláldozd a málhát, az ellátmányt.
Ha megparancsolod katonáidnak, hogy szedjék össze holmiukat, majd éjjel-nappal pihenő nélkül vonultatod őket, hamar nagy távolságokba juthatsz, gyorsan magad mögött hagyhatsz 100 lit, és előnyre tehetsz szert, de 3000-ed vezére fogoly lesz, mert az erősek célba érnek ugyan, de a gyengék lemaradnak. Ha az erősek előre nyomulnak, s a gyengék leszakadnak, seregednek csak 1/10 része érhet célba. Ha 50 lit teszel meg, hogy lehajt és kicselezd az ellenségedet, elveszted első századod parancsnokát, és seregednek csupán fele érhet célba. Ha 30 lit távolságot teszel meg, ugyanerre törekedve, seregednek 2/3 jut célba. Biztos lehetsz benne, a sereg társzekerek nélkül, ellátmány nélkül, készletek nélkül hamar odavész. Nem köthetünk egyezményeket, amíg nem ismerjük meg a reménybeli szövetségeseink szándékait. Nem lehetünk alkalmasak egy sereg vezetésére, ha nem ismerjük eléggé a terepet, a hegyeket és az erdőket, a szakadékokat és a vízmosásokat, a mocsarakat, a lápokat. Ha nincsenek helybeli vezetőink, nem használhatjuk ki megfelelően a terep természeti adottságait. Ha háborút vívsz és szillelsz, alakoskodsz, a sikert learathatod. Vedd figyelembe az adott körülményeket, mielőtt döntesz, hogy megosztod vagy koncentrálod erőidet. Légy gyors, mint a szél, de légy oly nyugodt, mint az erdő. Ha támadsz, ha sarcolsz, oly pusztító légy, mint a tűz, és oly rendíthetetlen, akár a hegy. Terveid legyenek sötétek és kifürkészhetetlenek, akár az éjszaka, és amikor mozdulsz, úgy sújts le akár a villám. Amikor felprédálod a vidéket, a zsákmányt oszd szét embereid között. Amikor új országot hódítasz meg, oszd részekre, hogy katonáid alaposabban kifoszthassák. Légy megfontolt, gondolkozz, mielőtt bármilyen lépést teszel. Azért lesz a diadal, aki elsajátította a ravasság mesterségét. Ez a manőverezés művészetének lényege. A hadsereg vezérlésének könyvében ez áll. Csatatéren a kimondott szó nem jut elég messzire, ezért gongokat és dobokat kell használni. A közönséges tárgyak nem láthatóak elég tisztán, ezért lobogókat és jelzőzászlókat kell használni. A gongok és dobok, a lobogók és jelzőzászlók arra szolgálnak, hogy a sereget alkotó katonák figyelmét egy bizonyos pontra tereljük. A sereg így egyetlen egységes testet fog alkotni. Ebben az egyetlen egységes testben a bátrak nem törhetnek előre egyedül, a gyávák nem vonulhatnak vissza, ha megrémülnek. Ez a nagy embertömegek kezelésének művészete. Éjszakai csatában jelzőtüzeket és dobokat használj. Nappal vívott csatában lobogókat és jelzőzászlókat, mert ezekkel tudod egyetlen pontra terelni a seregedet alkotó katonák figyelmét. Az egész hadseregtől el lehet rabolni a küzdőszellemet, a főparancsnok könnyen elveszítheti lélek jelenlétét. A katonák lelkesedése reggel a legerősebb, déltájban már gyengülni látszik, este felé pedig a harcos már másra sem tud gondolni, mint arra, hogy minél előbb visszatérjen a táborba. Ez az oka, hogy a bölcs tábornok elkerüli az ellenséget, amikor annak katonái lelkesek, de támadást indít, amikor már megcsappant a harci kedvük, amikor már pihenni vágynak. Ez a hangulat tanulmányozásának és kihasználásának a művészete. Nyugodtan és rendezetten kivárjuk az ellenség sorainak szétzilálódását, és lecsapunk. Ez az érzelmek tanulmányozásának és kihasználásának művészete. Legyünk közel a célhoz, amikor az ellenség már távol van attól. Várakozzunk türelemmel, miközben az ellenség még mindig a cél felé tör, s fárad. Tápláljuk a katonákat, miközben az ellenséges katonák éheznek. Ez az erővel való gazdálkodás művészete. Tartózkodjunk attól, hogy rendezett ellenségre roncsunk. Tartózkodjunk attól, hogy nyugodt, magabiztos ellenségre támadjunk. Ez a körülmények tanulmányozásának művészete. Régóta tudott, hogy domb aljából nem szabad dombon lévő seregre támadni,
s ki kell térni előle, amikor az a dombtetőről megindul lefelé. Ne üldözd az ellenséget, mely csak színleli a menekülést. Ne támadd meg a katonákat, kikben még ott lobog a lelkesedés. Vigyázz, nehogy bekapd az ellenség csaliát. Vigyázz, ne ronts rá az ellenségre, ha már hazafelé vette az irányt. Ha körbefogsz egy sereget, hagyj utat a menekülőknek. Ne várd meg, hogy a kétségbeesés új erőt adjon az ellenségednek. Ez a hadviselés művészete. 8. 9 változás. Sun Tse mondta. A hadsereg alkalmazásának a szabálya általában az, hogy miután a hadvezér megkapta az uralkodó parancsait, egyesíti hadseregét, összegyűjti a tömeget. Ne táboroz nehezen járható terepen. Olyan terepen, ahol országutak találkoznak, egyesítsd erőid a szövetségesekkel. Ne maradj elzárt területen. Készíts haditervet arra az esetre, ha a körbezárt terepre tévednél. Végzetes terepen kell harcolnod. Vannak olyan utak, melyeket nem szabad követned. Vannak olyan seregek, melyeket nem szabad megtámadnod. Vannak olyan fallal körülvett városok, melyeket nem szabad megostromolnod. Vannak olyan területek, melyeken nem szabad harcba bocsátkoznod. Vannak uralkodói parancsok, melyeket nem szabad elfogadnod. Ezért csak az a hadvezér ismeri a hadsereg alkalmazásának módját, aki tökéletesen megértette a 9 változásból fakadó előnyöket. Az a hadvezér viszont, aki nem értette meg tökéletesen a 9 változásból fakadó előnyöket, képtelen lesz kihasználni a terep kínálta kedvező lehetőségeket, még akkor is, ha egyébként tisztában van a terepviszonyokkal. Aki úgy igazgatja seregét, hogy nem ismeri a 9 változás technikáját, jól lehet tisztában van az 5 előnnyel, mégsem vezeti sikeresen az embereit. Ezért a bölcs hadvezér megfontoltságának össze kell kötni az előnyt és a hátrányt. Ha az előnyökhöz mindig hozzászámítjuk a hátrányokat is, akkor bízhatunk vállalkozásaink sikeres megvalósításában. Ha pedig a hátrányokhoz mindig hozzászámítjuk az előnyöket is, akkor minden szerencsétlenséget el lehet kerülni. Ilyeténképpen a fejedelmeket hátrányokat támasztva tudod meghódítani. Állandó feladatokkal tartsd lekötve erőiket, előnnyel csalogasd őket. Ezért a hadsereg alkalmazásának szabálya a következő. Soha ne hagyatkozzunk arra, hogy az ellenség úgysem fog megérkezni, hanem felkészülten várjunk rá. Soha ne hagyatkozunk arra, hogy az ellenség úgysem támad meg minket, ha nem hozzuk olyan helyzetbe, ahonnan már nem is tud támadni. A hadvezért a következő 5 tulajdonsága sodorhatja veszélybe. Ha biztosra veszi a halálát, csak ugyan megölhetik. Ha feltétlenül élni akar, fogságba ejthetik. Ha könnyen feldühödik, megsérthetik. Ha túlságosan kényes tisztességére, megszégyeníthetik. Ha túlságosan szereti az embereket, azok gondot okozhatnak neki. Nos, ez az 5 tulajdonság a hadvezér hibája és a hadsereg alkalmazásának szerencsétlensége. Annak oka, ha egyetlen sereg vereséget szenved, a hadvezér pedig elesik, általában ezen 5 tulajdonság valamelyike, tehát alaposan meg kell vizsgálni őket. 9. A vonuló hadsereg. Sun Tse mondta. Elérkeztünk a hadsereg elszállásolásának, a tábor megépítésének, az ellenség helyzetére utaló jelek felismerésének kérdéséhez. Gyorsan kelj át a hegyeken, és mindig maradj a völgyek közelében. Magas helyeken ver távort, a nap felé fordulva. Harcolni ne kapaszkodj magasra. Ennyit kell tudni a hegyvidéki hadviselésről. Miután átkeltél egy folyón, hamar hagyd magad mögött. Amikor egy megszálló sereg menetelés közben átkel egy folyón, ne közelítsd meg, ne roncs rá, míg a vízben van.
A legjobb az, ha megvárod, amíg a sereg fele átjut az innenső partra, és csak akkor csapsz le rá. Bármennyire is vágyod a harcot, ne várd be az ellenséged a folyónál, amin át kell kelnie. A folyó mentén feljebb várakozz annál a pontnál, ahol az ellenség tartózkodik, és mindig fordulj a nap felé. A folyón felfelé haladva soha ne közelítsd meg az ellenségedet. Ennyit kell tudni a folyó melletti hadviselésről. Ha sós mocsáron kelsz át, az a legfontosabb, hogy hamar a túlsó oldalra juss. Ne habozz, ne késlekedj, igyekezz. Ha rákényszerülsz, hogy sós mocsárban csatázz, legyen a közeledben víz és fű. Hátadat lehetőleg fák védjék. Ennyit kell tudni a sós mocsarakban vívott csatákról. Száraz, sík vidéken úgy helyezkedj el, hogy tőled jobbra és a hátad mögött valamiféle magaslat legyen. Így, ha a támadás, a veszély szemből érkezik, hátul biztosítva marad a menekülési útvonal. Ennyit kell tudni a sík terepen vívott csatákról. Ez a hadviseléssel kapcsolatos tudomány négy hasznos ága, melyek segítségével a sárga császár négy erős királyt legyőzött. Minden sereg jobban kedveli a magas helyeket, mint az alacsonyabbakat, a napfényes helyeket, mint a sötéteket. Ha vigyázol az embereidre, és kemény talajon táboroztatod őket, a sereged nem betegszik meg, az egészséges katona pedig a diadal egyik fontos eszköze. Ha dombhoz vagy parszthoz érsz, a napfényes oldalát foglald el úgy, hogy a hátad mögött jobb oldalt legyen a lejtő, így kedvezel katonáidnak és kihasználod a terep természetes előnyeit. Amikor nagy esőzések után egy-egy folyó kilép a medréből, és eltűnik a gázló, várd ki, míg a taréjos hullámok eltűnnek és az áradat lecsendesül. Ha hegyes, sziklás vidékre érsz, hol a szirtek között folyók rohannak, hol gyakoriak a vízmosások, a szakadékok, a sűrű bozótosok, a mélyedések és a barlangok, a lehető leggyorsabban hagyd el az ilyen terepet. Miközben távol maradunk az ilyen helyektől, rá kell vennünk az ellenséget, hogy bevonuljon a veszélyes terepre. Ha ez megtörténik, szemközt legyünk a veszélyes tereppel, miközben az ellenség a hátát fordítja feléje. Ha táborunk szomszédságában dombok állnak, vagy nádassal kerített tavak csillognak, vagy fűvel benőtt mélyedéseket látunk, vagy bozóttal körülvett erdőt, alaposan kutassuk át a terepet, mert az ilyen helyek csapdák lehetnek, vagy kémek lapulhatnak a fedezékekben. Ha az ellenség közel van, és csendben marad, azzal elárulja, hogy a pozíciójában, a környezet előnyeiben bízik. Amikor az ellenség a helyén marad, de megpróbál támadásra bírni minket, egészen biztos, hogy abban bízik, a terep majd őneki kedvez. Ha az ellenség táborhelyét könnyű lenne becserkészni, vigyázz, mert csapda közelébe kerültél, amibe hamar besétálhatsz. Az erdő fái között zajló mozgás elárulja az ellenség helyzetét. Ha bozót vagy magas fű van körülöttünk, gyanakodnunk kell, hát ha ott rejtőzik az ellenség. Ha mozog a magas fű, az ellenség közeledik, vagy esetleg azt akarja elhitetni velünk, hogy támadni fog, mert így próbál szellemi fölényt szerezni. A felriadó, felröppenő madarak a biztos jelei, hogy titokban közeledik az ellenség. A megugrasztott, menekülő állatok a támadni készülő ellenség jelenlétére utalnak. Ahol poroszlop emelkedik, ott szekerek közelednek. Ahol alacsony a porfelhő, de szétterül, ott gyalogság menetel. Amikor több, kisebb porfelhőt látunk, az ellenséges katonák tűzifát gyűjtenek. Amikor néhány kisebb porfelhőt látunk, amelyek alig moccanva lebegnek, tudnunk kell, hogy azon a helyen vert tábort az ellen. Elfojtott hangok, fokozódó készülődés, ezek a jelei annak, hogy az ellenség hamarosan megindul. Erőszakos szavak és támadásnak látszó előretörés, ezek a jelei annak, hogy az ellenség hamarosan visszavonul. Amikor először a könnyű harci szekerek törnek előre, és elfoglalják helyüket a szárnyakon,
Ez annak a jele, hogy az ellenség csatarendbe áll. Békeajánlat, melyhez esküvel pecsételt szerződést csatolnának, ez a kelepce biztos jele. Amikor az ellenség csak szaladgál, és a katonák rendben felállnak, az azt jelenti, hogy elérkezett a döntő pillanat. Amikor van, ami észrevehetően támad, ugyanakkor van, ami észrevehetően visszavonul, vigyázz, mert csapdába akarnak csalni. Amikor a katonák lándzsájukra támaszkodva állnak, az azt jelenti, hogy szédelegnek az éhségtől. Ha azok, akiket vízért küldenek, legelőször a saját szomjukat oltják, akkor a sereg egészének nagy kint okoz a szomjúság. Ha az ellenség látja, hogy megszerezhetne valamit, de mégsem teszi ezt, katonái mind kimerültek. Ahol madarak gyülekeznek, ott nem várakozhat ellenség. Ha éjjelente az őrök egymást szólongatják, ez a rettegés biztos jele. Ha valami zavar támad az ellenség táborában, vezérük tekintélye ingatag. Ha a zászlókat folyton mozgatják, lázadás készülődik. Ha a tisztek dühösnek látszanak, az emberek már mind fáradtak. Amikor az ellenséges sereg gabonába leteti a lovakat, és levágja a teheneket, amikor az emberek nem akasztják ki a tábortüzek fölé a főzőedényeiket, akkor azt mutatják, hogy nem térnek vissza sátraikba. Ebből tudhatod, hogy elszántak, küzdeni fognak, mint halálig. Ha az ellenséges sereg katonái kis csoportokban halkan beszélgetnek egymással, biztos lehetsz benne, hogy az embereken eluralkodott a csalódottság. Ha az ellenséges seregben túlságosan gyakran osztogatnak jutalmakat, biztos lehetsz abban, hogy odaát fogytán vannak a tartalékok. A túlságosan sok büntetés arról árulkodik, hogy a tisztek elvesztették magabiztosságukat, és lassan-lassan a fejüket is elveszítik. Ha az ellenség tombolva támad, de hirtelen megriad és visszavonul, biztos lehetsz abban, hogy a kémeiknek semmi sem sikerült kideríteniük rólad. Ha az ellenség követeket küld hozzád, akik dicsérnek téged, biztos lehetsz abban, hogy ellenfeled kimerült, és fegyvernyugvásra vágyik, hogy pihenhessen. Ha az ellenséges csapatok dühötten eléd vonulnak, és hosszú ideig a katonáid előtt maradnak, de nem indítanak rohamot és nem is vonulnak vissza, vigyáznod kell, meg kell vizsgálnod a körülményeket, a furcsa mozgás okait. Ha a sereged nincs számbeli fölényben, még nem kell megrettenned. Ez csupán azt jelenti, hogy nem indíthatsz közvetlen támadást. Szedd össze a rendelkezésedre álló eszközöket, folyamatosan tarts szemmel az ellenséget, és kérj erősítést. Az a hadvezér, aki nem gondolkodik előre, és az, aki ok nélkül vagy akár okkal is lebecsüli az ellenséget, biztosan számíthat a vereségre. Ha megbünteted a katonákat, akik még nem kötődnek hozzád eléggé, biztos lehetsz abban, hogy nem engedelmeskednek. Az engedetlen katonának pedig semmi haszna nincs. Ha sosem bünteted meg a hozzád elég erősen kötődő katonákat, biztos lehetsz abban, hogy lassan megkopik az irántad való tiszteletük. Ha nem tisztelnek, nem is engedelmeskednek, és ha nem engedelmeskednek, semmi hasznuk nem lehet. A katonáiddal emberségesen bánj, de mindig légy szigorú. A győzelemhez vezető utat szigorúsággal és igazságossággal kövezték ki. Ha a katonák kiképzése szokássá válik, számíthatsz arra, hogy jól képzett lesz a sereged. Ha nem így történik, képzetlen csőcseléket kell irányítanod. Ha a tábornok magabiztosnak látszik, és mindig ragaszkodik parancsai végrehajtásához, akkor az emberek engedelmeskedni fognak neki. A gyengeség első jeleire azonban ez az engedelmesség megszűnik. 10. A terep. Sun Tse mondta: a terepnek 6 fajtáját különböztetjük meg. Ezek: járható terep, csapdába ejtő terep, időt vesztegető terep, szűkösvényes terep, hegyes-völgyes terep, az ellenségtől nagy távolságra lévő terep. Azt a terepet, amelyet bármely oldalról könnyen megközelíthetünk, járható terepnek nevezzük. Ha ilyen természetű terepen mozgunk, foglaljuk el a magaslatok napsütötte oldalát, mielőtt az ellenség megteszi.
Ezután jelöljük ki és őrizzük az utánpótlási útvonalat. Csak így indíthatjuk a csatát előnyös helyzetből. Azt a terepet, amelyről nem tudunk elszabadulni, és amelyhez nehéz visszatérni, csapdába ejtőnek nevezzük. Ilyen helyzetben, ha az ellenség nem készült fel eléggé, kitörhetünk és könnyen győzelmet arathatunk. Ám ha az ellenség felkészült a fogadásunkra, és nem tudjuk letiporni, elkerülhetetlen a katasztrófa, mert visszavonulásra nem nyílik lehetőségünk. Olyan terepet, amelyen nem juthat előnyhöz az, aki megteszi az első lépést, időt vesztegető terepnek nevezzük. Ha ilyen helyzetbe kerülünk, hiába kínál az ellenség csábító csalikat, akkor járunk el a legbölcsebben, ha nem törünk előre, inkább visszavonulunk. Ezzel arra biztatjuk az ellenséget, hogy vegyen minket üldözőbe. Amikor ez megtörténik, esetleg már előnyösebb pozícióból indíthatunk támadást. A szűk ösvényekről. Ha te foglalod el ezeket, erősen őriztesd mindegyiket, és várd be türelmesen az ellenség érkezését. Ha az ellenség elfoglalta előttünk a szűk ösvényeket, ne menjünk utána. Derítsük ki, hogy az útvonalakat erős vagy gyenge őrség védi, és csak akkor indítsunk támadást, ha gyenge a védelem. A hegyes-völgyes terepről. Ha te érsz oda elsőként, foglald el a magaslatokat, a napfényes részeket, és ott várakozz, míg ellenséget felér utánad. Ha az ellenség elfoglalja előtted a hegyes-völgyes terepet, ne kövesd, inkább vonulj vissza, és próbáld lecsalogatni fentről a másik sereget. Ha nagyon távol vagy az ellenségtől, és a két sereg ereje nagyjából egyforma, nincs értelme annak, hogy csatát kezdeményez. Az ilyen küzdelemben biztosan hátránnyal indulsz. A földdel és képződményeivel kapcsolatosan ezeket a dolgokat kell megjegyezned. A tábornok, aki felelősséget érez seregéért, aki bölcsen kíván irányítani, alaposan tanulmányozza át e pontokat. A sereget hadcsapás érheti, amelyek forrása nem a természet, hanem a vezérlő tábornok tudatlansága, balgasága. Mi ez a hat? Ezek menekülés, megfutamodás, szétzilálódás, összeomlás, szétmorzsolódás, fejvesztett menekülés. Ha a feltételek azonosak, s az egyik sereg nekiront a nálánál 10-szer erősebbnek, ugyan mi következhet? A támadó sereg menekülni kényszerül. Amikor a közönséges katonák túlságosan erősek, s a tisztjei túlságosan gyengék, ugyan mi következhet? Megfutamodás. Amikor a tisztek túlságosan erősek, és a közkatonák túlságosan gyengék, ugyan mi következhet? A szétzilálódás, nem más. Amikor a legmagasabb rangú tisztek dühösek és engedetlenek, és az ellenséggel való találkozáskor a maguk feje szerint csatároznak, mert megbántottnak és túlságosan okosnak hiszik magukat, ha támadást indítanak, mielőtt a főparancsnok megállapítaná, hogy a sereg képes-e végrehajtani a feladatot, vagy sem, ebben az esetben a sereg össze fog omlani. Amikor a tábornok gyenge és nincs tekintélye, amikor a parancsai nem világosak, bizonytalanok, akkor a tisztek és a katonák számára nem határozzák meg világosan az elvégzendő feladatokat, amikor az alakzatok tétován, lassan és szinte találomra jönnek létre, ennek eredménye az lesz, hogy a csapat szétmorzsolódik. Amikor a tábornok képtelen arra, hogy felbecsülje az ellenség erejét, amikor hagyja, hogy kisebb serege megtámadjon egy nagyobbat, vagy gyenge csapatokat vezényel az erősek ellen, és nem a legkiválóbb katonáit állítja az első sorokba, ennek az eredménye az lesz, hogy a csapat széthullik, és fejvesztett menekülésbe kezd. Ez a hat csapás érheti a sereget. Ez a hat vereséget eredményező csapás. A tábornoknak ezekről sem szabad megfeledkeznie, ha egyszer vállalta a vezénylést. A vidék természetes formája a katona legjobb szövetségese. Az ellenség erejének pontos felmérése, a diadal erőinek irányítása, a nehézségek felmérése, a veszélyek és a távolságok pontos megvizsgálása, ezek a tábornok feladatai.
az, aki ismeri ezeket a dolgokat, és csatában alkalmazza tudását, megnyeri az ütközeteket. Annak, aki nem ismeri ezeket a dolgokat, és nem alkalmazza tudását, vereség lesz az osztály része. Ha a harc biztosan győzelmet eredményez, harcolni kell. Harcolni kell még akkor is, ha az uralkodó megtiltja. Ha a harc nem vezethet győzelemhez, nem szabad harcolni. Nem szabad, még akkor sem, ha az uralkodó ezt parancsolja. A tábornok, aki a hadműveletek során nem törődik saját hírnevével, és hajlandó visszavonulni, mert nem retteg attól, hogy kegyvesztetté válik, a tábornok, akinek egyetlen szándéka az ország védelme, az uralkodó szolgálata, az ország számára drága kő az ilyen. Úgy bánj katonáiddal, miképpen saját gyermekeiddel, és meglásd, a legmélyebb völgybe is követnek. Úgy tekints rájuk, mint imádott fiaidra, és meglásd, melletted maradnak, mint halálig. Ha viszont csupán szereted őket, de nincs előttük tekintélyed, ha jó szívű vagy, de nem tudsz parancsolni, ha nem vagy képes fenntartani a rendet, akkor a katonáid olyanok lesznek, mint a csintalan kölykök, és semmi hasznukat sem veheted. Ha tudod, hogy az embereid képesek végrehajtani a támadást, de nem tudod biztosan, hogy az ellenség elég zilálte ahhoz, hogy lesújthass rá, ebben az esetben csak a győzelemhez vezető út feléig jutottál el. Ha tudod, hogy az ellenség elég zilált ahhoz, hogy lesújthass rá, de nem tudod, hogy a katonáid képesek-e végrehajtani a támadást, ebben az esetben is csak a győzelemhez vezető út feléig jutottál el. Ha tudod, hogy az ellenség elég zilált ahhoz, hogy lesújthass rá, és tudod, hogy a katonáid képesek végrehajtani a támadást, de nem ismered a terepet, fogalmat sincs alkalmas-e a csatára, ebben az esetben is csak a győzelemhez vezető út feléig jutottál el. A tapasztalt katona, ha egyszer elindul, nem retten vissza többé. Ha egyszer tábort bont, már megvívja a csatát. Úgy mondják, s helyesen, ha ismered az ellenségedet, és ismered önmagad, tiéd lesz a győzelem. Ha ismered az eget, és ismered a földet is, teljes lehet a diadalod. 11. A kilenc terep. Sun Tse mondta. A háború művészetében kilenc terepet különböztetünk meg. Van könnyű terep, van nem megerőltető terep, van harcra gerjesztő terep, van nyílt terep, van kulcsfontosságú terep, van komoly terep, van nehéz terep, van körbezárt terep, van végzetes terep. A fejedelmek, amikor a saját terepükön harcolnak, könnyű terepen mozognak. Amikor valaki ellenséges terepre jut, de nem hatol be túlságosan mélyen, akkor nem megerőltető terepen mozog. Azt a terepet, amely mindkét seregnek előnyére van, harcra gerjesztőnek nevezzük. Azt a terepet, amelyben mindkét sereg szabadon mozog, nyíltnak nevezzük. Azt a terepet, amelyen keresztül eljuthatunk a szomszédos tartományokba, azt, amelynek birtoklója hatással lehet az egész birodalomra, kulcsfontosságú terepnek nevezzük. Van, hogy egy sereg behatol az ellenséges terület szívébe, és számos erődítményt, megerősített várost hagy maga mögött. Az ilyen terepet komolynak nevezzük. Hegyi erdők, meredélyek, mocsarak és lápok az ilyen akadályokkal teli terepet nehéznek nevezzük. Azt a terepet, amelyet keskeny vízmosásokon, veszélyes ösvényeken keresztül haladva tudunk megközelíteni, ahol a visszavonulás útja is nehéz, ahol csekély számú ellenséges katona is nagy kárt tud okozni seregünknek, körbezárt terepnek nevezzük. Azt a terepet, amelyen csak úgy tudunk megmenekülni, hogy haladék nélkül csatázni kezdünk, végzetes terepnek nevezzük. Könnyű terepen ne harcolj, nem megerőltető terepen ne állj meg, harcra gerjesztő terepen ne támadj. Nyílt terepen ne próbáld elállni az ellenség útját. Kulcsfontosságú terepen keresd meg a szövetségeseidet. Komoly terepen fosztogass és prédálj, nehéz terepen ne állj meg, menetelj tovább.
körbezárt terepre érvén készíts részletes terveket, végzetes terepen pedig küzdj. Azok, akiket a régi időkben rátermett vezérnek tartottak, pontosan tudták, hogyan verjenek éket az ellenség arcvonala és hátvédje közé. Tudták, hogyan akadályozzák meg a kisebb-nagyobb egységek közötti kapcsolat létrejöttét. Tudták, hogyan akadályozhatják meg, hogy a jó katonák megmentsék a kevésbé jókat, és a vezérek buzdíthassák embereiket. Amikor az ellenség katonái együtt mozogtak, ezeknek a régieknek sikerült elérniük, hogy összezavarodjanak. Amikor az szolgált előnyükre, előre nyomultak, amikor pedig az, megálltak és nem mozdultak. Ha azt kérdik, hogyan lehet legyőzni az ellenség hatalmas seregét, mely rendezetten közlekedik, stámad, én azt válaszolom. Szerezd meg valamit, ami kedves ellenségednek, s meglásd, nyomban engedelmeskedik neked. A gyorsaság a háború eszenciája. Használd ki az ellenség felkészületlenségét, mozog kiszámíthatatlanul, és az őrizetlen részeket támad meg. Ha te vezeted a megszálló sereget, figyelj a következőkre. Minél mélyebben hatolsz be az országba, annál inkább nő az összetartás katonáid között, s így a védők nem győzhetnek le. A termékeny vidékeken fosztogass, s a zsákmányból lásd el seregedet. Kísért figyelemmel embereid állapotát, és ne fáraszd ki őket túlságosan. Összpontosíts az erődre, és növeld azt, ha teheted. Folyamatosan mozgasd a sereged, s készíts kiismerhetetlen terveket. Katonáid hozd olyan helyzetbe, hogy ha esetleg mindennek vége, akkor is inkább a halált válasszák, mintsem megpróbáljanak elmenekülni. Ha hajlandóak szembenézni a halállal, nincs semmi, amit ne érhetnének el. A tisztek és a közkatonák erejüket megfeszítve fognak küzdeni érted. A katonák, ha kétségbe esnek, megízlelik a félelmet. Ha nincs hely, ahová elmenekülhetnének, szilárdan megvetik lábukat. Ha ellenséges területen vannak, megacélozzák magukat. Ha más nem tehetnek, elszántan küzdenek. Ilyen helyzetben a katonáid maguktól is óvatosak lesznek, engedelmesek maradnak, teljesítik a parancsaidat. Kötelékek nélkül is hűek lesznek hozzád, eskük nélkül is bízhatsz bennük. Tiltsd meg a jóslást, a jelek magyarázatát, vesd el a babonás kételyeket. Ha ezt megteszed, sereged talpon marad, melletted, mint halálig. Ha katonáidat nem veti fel a pénz, az nem azért van, mert elvetik a gazdagságot. Ha életük hamar véget ér, az nem azért van, mert nem akarnak sokáig élni. Azon a napon, amikor harcba parancsolod őket, talán sírva fakadnak, talán ruhájukat áztatja könnyük, s lesznek, akik lefekszenek, oly zokognak. Állíts fel őket olyan helyre, ahol nem tehetnek mást, mint hogy küzdenek. Tedd ezt, s meglásd, olyan bátrak lesznek, mint a régi hadvezérek. Aki ismeri a taktikát, azt csak is a Szuai Zsanhoz hasonlíthatjuk. A Szuai Zsan a Csang hegyek kígyója. Csap rá a fejére, s farkával támad rád. Csap rá a farkára, s fejével támad rád. Csap rá a teste közepére, s egyszerre támad rád farkával és fejével. Ha megkérdik tőled, vajon a sereget hasonlatossá lehet-e tenni a Szuai Zsanhoz, válaszold azt, hogy igen. A vuebeliek és a hüebeliek ellenségek, de ha ugyanabban a csónakban kelnek át a folyón, és rájuk tör a vihar, egymást segítik, de úgy, ahogy a jobb kéz a balt, és viszont. Nem elég abban bízni, hogy kipányvázod a lovakat, és földbe ásod a kocsik kerekét. A jó hadvezér eléri, hogy minden katonája egyformán bátor legyen. Hogy lehet kihozni a legtöbbet az erősekből meg a gyengékből is? Úgy, hogy figyelembe vesszük a terepre vonatkozó szabályokat. A rátermett tábornok úgy vezérli seregét, mintha csak egyetlen embert irányítana. Könnyedén teszi, sosem erőlködik. A tábornok maradjon csendben, így őrizze a titkokat. Legyen szigorú és igazságos, így őrizze a rendet és a fegyelmet. A jó tábornok képes arra, hogy hamis jelentésekkel és más megtévesztésekkel félrevezesse a saját tisztjeit és katonáit.
képes arra, hogy teljes tudatlanságban tartsa őket. Ha folyton változtat tervein és parancsain, az ellenség sohasem deríthet ki semmi biztosat. Ha folyton változtatja táborát és kerülő utakon jár, az ellenség sosem fürkészi ki szándékait. A legfontosabb pillanatban a hadsereg vezére úgy viselkedik, mint az az ember, aki felmászik a magasba, majd elrúgja a létrát. Beviszi az embereit az ellenséges terület mélyére, és csak ezután árulja el szándékát. Felégeti a csónakokat, széttöri az edényeket, úgy terelgeti embereit, mint juhász a nyáját, és eközben senki sem tudja, mire készül valójában. Összegyűjti katonáit, és a vészbe viszi őket. Ez is a jó tábornok feladatai közé tartozik. Mind a 9 típusú terepen másként kell viselkedni. Felváltva kell alkalmazni a támadó és a védekező taktikákat, és ismerni kell az emberi természet alapvető törvényeit. Ezeket a dolgokat mindenképpen tanulmányozni kell. Ha behatol az ellenség területére, a tábornok legfontosabb elve az, hogy mély behatolás esetén összetömörítse, csekély mértékű behatolás esetén pedig szétterítse csapatait. Amikor a tábornok maga mögött hagyja a saját országát, és keresztül viszi seregét a szomszédos vidéken, ellenséges területre jut. Amikor mind a 4 irányból megközelíthető a sereg, akkor kulcsfontosságú terepen jár. Ha mélyen behatolsz a másik országba, komoly terepre jutsz. Amikor alig-alig hatolsz be a másik országba, nem megerőltető terepen mozogsz. Amikor a hátad mögött hagyod az ellenség erődítményeit, és előtted összeszűkül az út, tudnod kell, körbezárt terepen vagy. Ahol nem találsz fedezéket vagy rejteket, az a végzetes terep. Könnyű terepen tömörítsd össze seregedet. Nem megerőltető terepen terítsd szét egységeidet, de azok maradjanak kapcsolatban egymással. Harcra gerjesztő terepen ügyelj a hátvédekre. Nyílt terepen tarts szemmel a védvonalakat. Kulcsfontosságú terepen keresd a kapcsolatot a szövetségeseiddel. Komoly terepen gondoskodj a folyamatos utánpótlásról. Nehéz terepen, pihenő nélkül haladj az úton. Körbezárt terepen torlaszold el a visszavonulás útját. Végzetes terepen közölt katonáiddal, mily csekély esélyük van az életben maradásra. A katonák természete olyan, hogy ellenállnak, ha körbezárják őket, keményen harcolnak, ha kétségbeejtő a helyzetük, és gondolkodás nélkül engedelmeskednek a vezérnek, ha érzékelik a veszélyt. Addig nem léphet szövetségre a környékbeli fejedelmekkel, amíg nem ismered szándékaikat. Addig nem vezethetjük bizton végig csapatunkat a terepen, amíg nem ismerjük annak sajátosságait, a hegyeket, az erdőket, a szakadékokat, a szirteket, a mocsarakat és a lábvidékeket. Addig nem használhatjuk javunkra a természet nyújtotta előnyöket, amíg nem alkalmazunk helybeli vezetőt. Az, aki a következő 4 alapelv közül akár egyről is megfeledkezik, nem méltó arra, hogy sereget vezessen. Amikor egy tábornok megtámad egy erős országot, azzal mutatja meg rá termettségét, hogy mennyire sikerül megakadályoznia az ellenséges erők összpontosítását. A jó tábornok inkább túlbecsüli az ellenfelet, és megakadályozza, hogy ellensége egyesülni tudjon a szövetségeseivel. A jó tábornok nem akar mindenáron szövetségeseket szerezni, és nem akarja mindenáron megszerezni más országok támogatását. Végrehajtja saját, titkos terveit, és ezzel okoz ellenfeleinek meglepetést. Ha ügyes, képes meghódítani a városokat, képes elzavarni az uralkodókat. A jó tábornok jutalmat oszt, és ebben sem tartja be a szokásos szabályokat. Képes arra, hogy akár a korábbi intézkedéseivel ellentétes parancsokat adjon. A jó tábornok képes arra, hogy úgy mozgasson egy egész sereget, mintha az csupán egyetlen ember lenne. A katonáknak kiosztja a feladatot, de sosem ismerteti velük a tervet. Amikor jó a helyzet, ezt közli embereivel, ám ha rossz, erről mélyen hallgat. Vesd sereget halálos veszedelembe, és meglásd, túléli. Vidd sereget kétségbeejtő helyzetekbe, s meglásd,
éppen kerül ki belőlük. Csak az a katona képes arra, hogy diadalt hozó csapást mérjen az ellenségre, aki már megtapasztalta, milyen is a veszedelem. A hadviselésben a siker mindig azé, aki óvatosan alkalmazkodni tud ellenségéhez. A jó tábornok egyetlen irányba tereli az ellenség figyelmét, és így képes arra, hogy előbb-utóbb megölje annak vezérét. Ezt nevezik a ravasság által sikerre való képességnek. Azon a napon, amikor átveszed a parancsnokságot, torlaszold el a határok átjáróit, semmisítsd meg a hivatalos engedélyeket, és ne fogadd többé az ellenség küldötteit. A tanácsteremben légy határozott, mutasd, hogy ura vagy a helyzetnek. Ha az ellenség nyitva hagy egy kaput, rohanj be rajta. Szerezd meg azt, ami kedves az ellenségednek, és gondoskodj arról, hogy tudd, mikor jelenik meg a csatatéren. A találkozást nyugodtan várhatod. A szabályok által meghatározott ösvényen haladj, alkalmazkodj az ellenséghez, s meglásd, te nyered meg a végső csatát. Eleinte légy oly félénk, mint a kislányok. Addig maradj is ilyen, amíg az ellenség védelmén rés nem találsz. Ha ez megtörténik, menekülő nyúlként rohanj oda, s meglátod, az ellenség már nem szállhat szembe veled. 12. Fölégetéses támadás. Sun Tse mondta. A fölégetéses támadásnak 5 fajtája létezik. Az első. Égesd meg az embereket, a második, égesd el a készleteket, a harmadik, gyújtsd föl a társzekereket, a negyedik, gyújtsd föl a raktárakat, vagy fegyvertárakat, vagy fegyvertárakat, az ötödik, gyújtsd föl a csapatokat. A fölégetéses támadás mindig a megfelelő körülményektől függ. A tűzgyújtáshoz legyenek előkészítve a megfelelő eszközök. A fölégetéses támadás elindításának megvan a maga megfelelő ideje, a tűz gerjesztésének pedig megvan a maga megfelelő napja. Az idő, amikor megfelelő, ha az időjárás száraz, a nap akkor megfelelő, ha a hold a rostában, a falban, a szárnyban, vagy a keresztrúdban látható, mert e4 holdházban állásakor mindig szeles nap van. A fölégetéses támadás esetén általában válaszolnod kell a tűz 5 lehetséges változatára. Ha tűz üt ki az ellenség táborán belül, akkor neked nyomban támadással kell válaszolnod kívülről. Ha tűz üt ki az ellenség táborában, de a serege nyugodt marad, akkor egyelőre várakozz, semmiképpen se támadj. Ha a tűz a tetőfokán tombol, és a lehetőséged nyílik a támadásra, akkor támadj, ám ha nem, akkor maradj veszteg. Ha lehetőséged nyílik kívülről fölégetned az ellenség táborát, akkor ne várd ki, míg belül üt ki magától a tűz, és a megfelelő pillanatban indítsd el a támadást. Ha a tűz ellenszélben keletkezik, soha ne támadj vele szemben. A nappali szél kitartó, ám az éjszakai hamar elnyugszik. Minden hadseregnek ismernie kell a tűz 5 változatát, hogy az asztrológiailag kiszámított alkalmas napokon védekezni tudjon ellene. Ezért az, aki a tüzet használja segítségül a támadásához, bölcsességről tesz tanú bizonyságot, aki pedig a vizet használja segítségül a támadásához, az így többlet erőt nyer. A vízzel fel lehet ugyan tartóztatni az ellenséget, de nem lehet elfogni. Aki a csatában győztes, támadásai sikeresek, de nem aknázza ki a lehetőségeit, veszedelembe sodorja magát, és vállalkozásáról azt mondják majd, hogy pazarló és veszteglő. Innen a mondás, hogy a felvilágosult uralkodó fontolóra veszi, a jó hadvezér pedig ápolja azt, a legjobb lehetőségek kihasználását. Ha nem kínálkozik előny, ne mozdulj. Ha nem érhetsz el semmit, ne használd a sereged. Ha nem fenyeget veszély, ne harcolj. Az uralkodónak sohasem szabad személyes haragja miatt mozgósítani a hadseregét. A hadvezérnek sohasem szabad személyes csalódottsága miatt harcba bocsátkoznia. Ha előnyödre szolgál, mozdulj, ha viszont nem, maradj veszteg. A harag még örömmé változhat, a bosszúság pedig még lehet elégedettség, de az elpusztított országot nem lehet többé föltámasztani, a halottakat pedig nem lehet többé életre kelteni. Ezért mondják, hogy a felvilágosult uralkodó
fontolja meg ezt jó alaposan, a jó hadvezér pedig őrködjön éberen felette. Ez a módja annak, hogy megőrizzük az ország biztonságát és a hadsereg épségét. Tizenharmadik. Kémek alkalmazása. Sun Ce mondta. Amikor 100 000 harcost állítasz föl, és a sereget 1000 li távolságba küldöd, a köznépet terhelő költség és a fejedelmi házak kiadása naponta 1000 csinre is rúghat, így pedig 700 000 olyan családot lelsz, akik a határ innenső és túlsó oldalán elkeseredetten küszködnek, akik az utakon merítik ki erejüket, és emiatt képtelenek ellátni saját feladataikat. A seregek kölcsönösen védekezve évekig is harcolhatnak egyetlen győzedelmes napért, ám ha a hadvezér mégis sajnálna rangot és 100 csin jutalmat adományozni, semmi sem fog tudni az ellenség helyzetéről. Ez pedig az embertelenség ne továbbja. Az ilyen személy nem lehet az emberek hadvezére, az uralkodó támasza vagy a győzelem mestere. Ezért az, ami által a bölcs uralkodók és a kiváló hadvezérek az ellenséget mozgatják, majd legyőzik, és hadisikereikkel a tömegek fölé magasodnak, bizony nem más, mint az előretudás. Az előretudás nem lehet szellemektől, lelkektől nyerni, jelenségekből kikövetkeztetni, vagy épp az ég mértékeiből megbecsülni, mert azt kizárólag az ellenség valós helyzetét ismerő személyektől lehet megszerezni. Ezért alkalmazzuk hát a kémek 5 fajtáját, úgyis mint a helybéli kémet, a belső kémet, az átállt kémet, a feláldozható kémet és az élő kémet. Ha a kémek ezen 5 fajtáját együtt alkalmazzuk, útjukat senki fel nem ismeri, ez pedig maga az isteni háló, az uralkodó titkos kincse. A helybéli kém az, akit a helyi lakosok közül fogadunk föl szolgálatunkra. A belső kém az, akit az ellenség tisztviselői közül fogadunk föl szolgálatunkra. Az átállt kém az, akit az ellenség kémei közül fogadunk föl szolgálatunkra. A feláldozható kém az, aki hamis híreket visz ki az országból, vagyis lássuk el hamis hírekkel a saját feláldozható kémeinket, és hagyjuk, hogy kiszivárogtassák azokat az ellenség kémeinek. Az élő kém pedig az, aki jelentéssel tér vissza. Ezért a 3 seregen belüli kapcsolatok közül egyik se legyen szorosabb és bizalmasabb a kémekkel tartott kapcsolatnál, senki se kapjon a kémeknél busásabb jutalmakat, és egyetlen ügy se legyen titkosabb a kémek tevékenységénél. A szentek bölcsessége nélkül képtelenség kémeket fölfogadni. Emberségesség és igazságosság hiány képtelenség használni őket. Kifinomultság és tisztállátás nélkül pedig képtelenség megítelni a kémek által szerzett hírek valódiságát. Kifinomultság és megint csak kifinomultság. Nincs olyan terület, hol nélkülözhetnénk a kémek használatát. Ha egy kém feladata még a küldetése megkezdése előtt kiszivárogna, a kémet és vele együtt azt is, aki ennek hírét vette, ki kell végeztetni. Általában mindenek előtt a megtámadni kívánt hadsereg, az ostromolandó város és a meggyilkolandó személy védelméért felelős hadvezérek, tanácsadók, személyzet, ajtónállók és testőrök család és személy nevét kell megtudni, s csak kémeinkkel kifürkésztetve fogunk tudomást szerezni mindenről. Fel kell kutatnod az ellenség azon kémeit, akiket ő küldött kémkedni hozzád. Kövesd és csalogasd őket előnyökkel, irányítsd és fogadd fel őket, mert ilyeténképpen átállt, kettős kémeket szerezhetsz és alkalmazhatsz. A tőlük nyert értesüléseknek köszönhetően helybéli és belső kémeket szerezhetsz és használhatsz. A tőlük nyert értesüléseknek köszönhetően küldheted ki a feláldozható kémeket hamis hírekkel, hogy félretájékoztassák az ellenséget. A tőlük nyert értesüléseknek köszönhetően tudod a legalkalmasabb időben bevetni az élő kémeket. Az uralkodónak ismernie kell az 5 féle kém tevékenységének miben létét, mert ezen ismeretek leginkább a visszatérő kémektől származnak, feltétlenül bánj bőkezűen a visszatérő kémekkel. Hajdanán a Yinház, a Sziaház szolgálatában álló Yi Che által emelkedett föl,
a Csóúház pedig a Yinház szolgálatában álló Lüja segítségével győzedelmeskedett. Ezért a bölcs uralkodók és a kiváló hadvezérek, akik képesek nagy tudású személyeket kémeikké tenni, egész biztosan hatalmas tetteket fognak véghez vinni. Ez a hadviselés sarkalatos pontja, amelyre a három sereg támaszkodik, és amelyhez hadműveleteit igazítja.